Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Új játszótér, új köszöntőtáblák, új egyesület, falufásítás. Csak néhány dolog, amibe attala belefogott a pandémia után. Az önkormányzat több pályázati lehetőséget is kihasznált, hogy komfortosabbá, szebbé tegye lakóinak mindennapjait. A veszélyhelyzet után Attala község nagy munkákat él át. Az oktatási nevelési intézmények élete is újraindult, s a remények szerint augusztusban újra lesz angyaltábor. A vírushelyzet után az óvodában június 2-án kezdődött meg igazából az élet. Akkor töltődött fel a két csoport gyermekekkel. Igazából 28 fős átlaggal működött június után. Az óvoda bővülni fog ez a létszám, én azt gondolom, hiszen a szülők részéről nagy igény van arra, hogy a nyári óvoda működjön. Kéthetes leállás lesz, mert egy tisztasági festést meg kell oldani mindenképpen az óvodában, de ezen kívül folyamatos lesz a gyermekek felügyelete az óvodában. Az óvodában és az iskolában is elballagtak a gyerekek, nagyon szép kis műsort adtak. Az óvodában 8 gyermek ballagott, de még ez a 8 fő is úgy döntött, hogy még a nyár folyamán azért szeretné még a kis idejét az óvodában eltölteni. Ez már általában hagyományos program. Az IKST szervezésében, illetve most már közösségi szintér szervezésében valósul meg, Königné Nagy Magdolna vezetésével. Ez egy egyhetes tábor, ahol a gyerekek igazából rengeteget sportolhatnak, nagyon sok kézműves foglalkozás van a számukra, és minden olyan tevékenység, ami őket lefoglalja, ami őket érdekli, az abban az egy hétben kivitelezésre kerül, úgyhogy ez nagyon népszerű szokott lenni a gyerekek körében, és nagyon sok gyermek szokott rajta részt venni. A településen biztonságos játszóteret alakítanak ki, fákat ültetnek, szépül a falukép. Mindezek kivitelezésére pályázati forrást talált Attala vezetősége. A Magyar Falu programon belül indult ez a játszótér, a közterületi játszótér kialakításra, 5 millió forint a keret erre. Igazából egy méltánytalanul mellékvágányra állított területen szeretnénk ezt a játszóteret kialakítani, a régi sporttelep és sportpálya területére. Azt gondoljuk, hogy ez lesz az a terület, ami tényleg biztonságos lesz a gyermekek számára, hiszen forgalmas közúttól távol van, és szeretnénk a szülők részére is padokkal, filagóriákkal, ivókutakkal színesíteni ezt a területet. Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy ez a pályázat majd pozitív elbírálást fog nyerni. Tavaszi ültetésre nyert a településünk 27 darab fát, ugye ez az országfásítási program az Agrárminisztérium hirdette meg. Nagyon örültem annak, hogy vannak ilyen programok, amik a környezetvédelemmel és a környezetfejlesztéssel foglalkozik, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy a klímaváltozásnak a hatásait egy kicsit azzal tudjuk enyhíteni, hogy minél több fát ültetünk egy-egy településre, úgyhogy nagyon várjuk a tavaszi ültetést és a fákat. Hogy még több színvonalas rendezvény megvalósulhasson, a faluban új civil szervezet alakult, valamint a közelmúltban bemutatkoztak egy települési értékeket felvonultató seregszemlén is. Attalában megalakult az Attala jövő, Együtt Attala jövőért egyesület, 15 tagból áll jelenleg, igazából bővíthető a tagoknak a létszáma, nagyon sokrétű a tevékenységi köre, magába foglalja akár a hagyományőrzést, a sport tevékenységek szervezését, a környezetvédelmet, az oktatást, az értéktár bővítését, a gasztronómiával kapcsolatos programok szervezését, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy majd a jövő évtől fog tudni pályázni az egyesület, hogy milyen pályázatokba tudunk részt venni, és mik lesznek azok a dolgok, amiket az egyesületen keresztül tudunk kivitelezni. A megyei összetartozás napját ünnepeltük akkor igazából július 1-én a Tolna megyei Medinán. 46 település vett rajta részt, illetve a képviselőik. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon színvonalas és nagyon jó program volt, már csak azért is, mert nagyon jó alkalom volt arra, hogy kapcsolatokat építsünk ki. Ugye új polgármesterként nagyon jó volt az, hogy olyan emberekkel találkoztunk, akik valószínűleg akár mi részünkre is tudnak segítséget nyújtani, és mi is tudunk nekik valamiben segíteni. És hát nyilván a régi kapcsolatokat is jó egy kicsit ápolni, úgyhogy erre is nagyon-nagyon jó volt ez a program szerintem. Nagyon színvonalas műsort láthattunk egyébként Medinán. Én azt gondolom, hogy minden település hozott valamilyen a település jellegére jellemző értéket,
akár gasztronómiával kapcsolatban, akár kézműves, de akár szellemi termékek kapcsolatban is felsorolkoztak a termékek. Jövőre mindenképpen több termékkel szeretnénk majd részt venni, amennyiben újra rendezésre kerül ez a program. És hogy még folytassuk a jó hírek sorát, az Atalába érkezőket hamarosan új köszöntő és utcanévtáblák fogják várni. Van, hogy a karitász jelenti az utolsó szalmaszálat egy család életében. Ne féljünk segítséget kérni. Erre bíztatnak a dombovári közösség tagjai. Az önkéntesek időt, energiát és szeretetet nem spórolva segítik a város területén élő rászorulókat ruha, étel vagy lelki adománnyal. 15-20 fő önkéntessel végzi segítő tevékenységét a dombovári karitász. A közösség a város területén dolgozik, munkájukat az odaadás, a szociálisan rászoruló családok anyagi és lelki segítése jellemzi. Ugye alaptevékenységünk az az adományozás, a hozzánk forduló, bajba jutott, segítséget kérő embereknek adunk tartós élelmiszercsomaggal tudunk segíteni, ruhaadománnyal tudunk segíteni, téli időszakban tűzifával tudunk segíteni, gyerekruhával, pelenkával, gyógyszerrel segítünk, és nem utolsó sorban lelki támaszt nyújtunk, mert tudni kell, hogy sok esetben a karitász az utolsó szalmaszál ezeknek az embereknek az életében, ahol segítséget kapnak. Pelenka adományt tudunk adni több családnak fél évre elegendőt, ami egy nagyon nagy segítség, főleg ahol sok kisgyerek van. Zöld előkertek program keretében vetőmagot osztunk ki rászoruló családoknak. Aztán van a Szép Otthon, illetve az Akarom című program. Ez a kettő, azt gondolom, hogy a karitásznak ez a jövője, ez a két program, mert ez arról szól, hogy kivezetni, segíteni a kezét fogva a helyzetéből egy magasabb szintre tudjon jutni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem halat adunk, hanem horgászni megtanítjuk, és együtt horgászunk egy darabig. És erre már volt szép példa a múltban, hogy olyan család, aki tényleg mélyen voltak, és ki tudtak emelkedni, és most már látszik, hogy akarnak. Megtanulták azt, hogy tudnak is tenni magukért, és akarnak is. Én ebben látom itt a helyi csoportnak a fejlődési lehetőségét is, és ehhez keresünk majd még önkénteseket. A csoport büszke rendszeres éves programjaira, így például a nagy egyházi ünnepekhez kapcsolódó játszóházra, vagy a nyári táboraikra. Hát erre nagyon büszkék vagyunk a táborunkra, már 10 éves múltra tekint vissza a Karitász tábor. Kétszer egy hetes turnusban 40-40 gyereket szoktunk táboroztatni. Ez egy példaértékű önkéntes összefogás, ami itt megvalósul a táborunkban. Pedagógusok jönnek önként, ifjúsági segítők, a helyi antiókiás közösség tagjai jönnek segíteni a táborba, hitoktatók jönnek. Helyi cégek, vállalkozók fölajánlásaiból valósulnak meg a programok, és tényleg minden napra más-más színes, változatos programot tudunk a gyerekeknek adni, háromszor étkezést tudunk adni, és az a szép, hogy minden nap azért van egy lelki része is a tábornak, amikor egy picit a szeretetről, a karitász lelkiségéről beszélgetünk velük, és a tábor záró az mindig a templomban van, és oda mindig várjuk a szülőket is. A folyamatos segélyezésen túl kampányszerűen is szoktunk nagyobb volumenben adományokat adni, nevezetesen húsvétkor és karácsonykor. Húsvétkor 50, karácsonykor 100 családot szoktunk szeretett vendégségre meghívni, ami azt jelenti, hogy kis műsor van, kis uzsonna van, a gyerekeknek játék van, és ilyenkor a tartós élelmiszer csomagon túl adunk ruhát, adunk játékokat a gyerekeknek, ajándéktárgyakat, édességet, kicsit bővebben, hogy az ünnepet át tudják ők is jobban élni. Talán így az eddig elmondottakból már picit látszik, hogy ugye a csoporton belül sokféle tevékenység van, és kisebb csoportjaink vannak, ki mibe vesz részt, ami éppen neki legjobban szimpatikus, ahol ott tud lenni szívvel, lélekkel. És van egy kisebb csoportunk, akik játszóházat szerveznek rendszeresen a rászoruló gyerekeknek, alkalmakhoz kötődően farsangi, húsvéti, mikulás játszóház, ami szintén nagyon népszerű, és erre tényleg büszkék vagyunk, ez a Jézus gyermekei játszóház. Hogy az önkéntesek is újból erőt merítsenek munkájukhoz, időszakonként lelki képzésen vehetnek részt. Évente két alkalommal kerül sor a helyi karitász önkéntesei részére, de mások is bekapcsolódhatnak, tehát nyitottak vagyunk. Egy lelki gyakorlat jellegű, inkább úgy mondanám, hogy lelki képzésre. Ez egy egész napos program szokott lenni, amikor különféle előadásokat hallgatnak meg a jelenlévők, és itt ezek által, az előadások által
hát egy kis lelki megerősítést kapnak ahhoz a szolgálathoz, amit végeznek, és bizonyos értelemben azért szociális ismereteket is, vagy egyéb ismeretek is társulnak ehhez a képzések során. Az országos példát követve itt helyben a Dombovári Karitász közösség életében is megalapítottuk a Szent Erzsébet Rózsája elismerést, díjat, amit minden évben közös döntés előzi meg, és minden évben olyas valakinek adunk át, aki kiemelkedő lelkesedésével, szolgálatával segítette a katolikus karitász helyi működését. Ez egy ünnepi szentmise keretében szokott történni, ugye Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódik a díjátadás, és maga az ünnepi szentmise is, amelyen nagyon sokan vesznek részt. Olyanok is, akik nem önkéntesei a karitásznak, de például imádságukkal, vagy éppen adományaikkal, ugye a hívek közössége támogatják a karitász szolgálatát, segítik. A díjátadót pedig mindig követi egy szeretett vendégség, amit egy helyi vállalkozó felajánlásának köszönhetünk, ahol együtt lehetünk még, és ott folytathatjuk az ünneplést, ami szintén egy kicsit közösség kovácsoló erővel bír. A Karitász közösséget a Dombovári Plémánia honlapján, saját közösségi oldalukon lehet elérni. Új Dombovári raktáruk minden hónap első és harmadik kedjén délután tart nyitva. Gyermekek számára rendeztek lovas versenyt Kapospulán. Az eseményen mintegy 90 gyerek állt közönség elé, akik több kategóriában is versenyezhettek. A díjakat Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője nyújtotta át a legjobbaknak. Szebbnél szebb lovak, ügyesebbnél ügyesebb gyermekek, egyre magasabb színvonal. Több száz fő érdeklődő részvételével zajlott egy igazán jó hangulatú és látványos rendezvény. Ból három megyéből érkeztek lovasok, körülbelül 90 gyerek lovas méri mai összetudását. Ugye a lovazás ez nem egy olcsó sport, de azért itt a településen is körülbelül 10 gyerek, aki rendszeresen jár edzésre és hát szerepel. Még látni a fiatal versenyzők arcán az izgalmat, de minél több ehhez hasonló megméretetésen vesznek részt, annál magabiztosabbak és önállóbbak lesznek, vallja a versenybíró. Tehát öröm azt tapasztalni, hogy egyre több gyerek van tehát egyre több gyerek startol el a pályán, és az szomorú viszont, hogy egyre több a lány közöttük, tehát mondhatnám azt, hogy 90% a versenyzőknek lány. Jó a színvonal, tehát a múltkor is voltunk egy ilyen versenyen, vagy voltam bíró, tehát ahhoz képest is javulnak, tehát ezeket a gyerekeket minél több versenyre kell elvinni ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzenek, illetve hát megtudják azt, hogy mivel jár egy ilyen verseny, milyen idegeskedéssel izgulnak, nem mernek a pályára bejönni, és a többi, ezek meg fognak egy idő után szűnni. Megtanul egyszer, hogy hívják ott, rendet tartani maga körül, megtanulja azt, hogy egy állattal bánik, és az ugyanúgy viselkedik, mint ahogy mi viselkedünk vele, tehát ez viszonozza, és szerintem nagyon nagy önfegyelemre tanítja a gyerekeket, és idővel bízunk benne, hogy mint felnőtt emberek is ugyanúgy fognak viselkedni. A bátor gyerekek többféle korcsoportban és versenyszámban is indultak. Hát egy durván itt ezen a verseny körülben van 7-8 kategória, ezek a kategóriák a legkisebbektől a legnagyobbik, ugye ez attól függ, hogy milyen színvonalon vagy szinten lovagolnak a lovasok. Van az alapszint, egy kezdő futószáras, ahol a legkisebbek vannak, az van haladó futószáras, az van kezdő díjlovas, van haladó díjlovas, aztán még az fölött van még egy szám, az E8, ez fölött van egy olyan szám, úgy hívjuk, hogy Caprilli, amiben díjlovaglás is van és ugrás is van, ez az alapja az ugratásnak. És még van egy haladó Caprilli, és utána van egy kisugró és egy nagyugró. Ezekből a számokból áll össze ez a verseny. A rangos megmérettetésre meghívást kapott a lovasversenyeket egyébként is kedvelő Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.
A lovas kultúra, egyáltalán a lószeretet, az a magyarokkal egyidős. Most már vannak olyan feltételezések is, hogy annak idején az emberiség a magyarok által szelidítette meg, illetve háziasította a lovakat. Azt nem tudjuk pontosan, hogy így volt-e vagy nem, de biztos, hogy a magyarság történetével egyidejű a lótartásnak a története is. Sajnos ez egy olyan kultúra, amit újra és újra kell tanulni, illetve egyre inkább vissza kell tanulni, hiszen a lovak már a falvakból is eltűntek. De nem vagyunk, sosem vagyunk elkésve ezzel. Remélem azt, hogy a következő években jelentősen tudunk hatni arra, hogy a nemzeti lovas kultúra újra megerősödjön. Nem csak a centrumokban, hanem mindenhol, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Én már vagy 30 éve, közel 30 éve lovaglok, de az nem ezt a lovaglást, vagy a lovaglásnak nem ezt a fajtáját jelenti, hanem távlovaglást, illetve ilyen hagyományőrző vagy hobbi szintű lovaglást kint terepen. Az egyes versenyszámok végén eredményt hirdettek a szervezők. A díjakat Potápi Árpád Jánostól vehették át a legeredményesebb lovasok. Negyedik alkalommal vágtak neki a kétnapos dombóvári kezdeményezésű balatoni babetta túrának. Budapestről, Szegedről és Szabadkáról is csatlakoztak a meghirdetett eseményhez. Közel 60 résztvevővel tették meg a távot a kismotorokkal. Minden évben Dombováron gyülekeznek a túra résztvevői, hogy az előkészületek után felpakolják a retromotorokat, és a teljes csapat Siófokról elindulva Fonyód irányába körbeutazza a több mint 200 kilométeres távot. Idén már nemzetközi eseményé nőtte ki magát, mert ugyanis jönnek Szerbiából, Szabadkáról is hozzánk, már fennvárnak minket Siófokon. Mi túlnyomó rész Dombováról innen helyből indulunk, és a motorokat innen majd teherautóval visszük le Siófokra. Ugyanis Siófokról indulunk majd így közösen, és már 60 fővel veszünk részt a túrán összesen, aminek nagyon örülök, és Fonyód irányába megyünk egy kört a két nap alatt. Az azt jelenti, hogy Balatongyörökön lesz a szállásunk, és másnap reggel, vasárnap reggel 5-én indulunk tovább, Badacsony irányába, vissza a kiindulási pontra, Siófokra, ott lesz a cél. Vélhetően ilyen este 5-6 óra fele érkezünk meg. Nagyon bízom benne, hogy mindenki meg fog érkezni, ugyanis azért köztudott, hogy ezek a babetták nem annyira megbízhatók kis motorok, úgyhogy mint mindig, minden évben, most is biztosan egy kalandos utazásban lesz részünk. Úgyhogy de nagy örömmel és hévvel vágunk neki, mint mindig. A program főszervezője és kezdeményezője 4 évvel ezelőtt a közösségi oldalán posztolta új 50 köbcentis kis motorját. Akkor megfogadta, ha elég népszerű lesz a megosztás, akkor körbe motorozza új szerzeményével a Balatont. Első alkalommal 3-an tették meg a távot, majd egyre népszerűbb lett az elsősorban közösségépítő program. Az első túra után már jelezték is többen, hogyha lesz még ilyen, esetleg jövőre, akkor ők is részt vennének. Akkor én nem is gondolkoztam rajta, hogy ez egy éves rendezvény lehetne, viszont így akkor úgy döntöttem, hogy igen, akkor nyílt rendezvényét tesszük, és aki szeretne részt tud venni. Annyit kell tudni, hogy bár Babetta Balaton túra a neve, de nem csak babettákkal lehet részt venni, ugyanis a túra nem arról szól, hogy csak és kizárólag babettákkal, hanem minden olyan személy, akinek van egy régi retro, ilyen kis 50 köbcentis motorkerékpárja, hogy ezzel tud nevezni, tud indulni, mert hát igazából ez arról szól, hogy 2 napig tényleg jól érezzük magunkat, és egy nagyon jó baráti társaság alakult ki. Köztudott a két kerekű szerelmesei között, hogy nem egy megbízható jármű a Babetta, így minden egyes túra alkalmával óriási kihívásokat jelent, ha megáll a motor. Nem is terveznek hosszú távra, most először már szervizautó kíséri a csapatot. Mint törzstag beszélhetek erről, hiszen mind a 4-en részt vettem. Az elsőn, mint szurkoló néző a helyszínen fogadtuk Lackóékat, a többi 2-n ott rendesen végig tekertem én is a Balatont, hogy így fogalmazunk, ezekkel a benzinszagú biciklikkel, bocsánat, én így hívom a Babettát. Elég fárasztó egy sport egyébként, nagyon kemény tud lenni, 30 fok fölött ezek a motorok igen érzékenyek, nagyon sok műszaki problémával szoktunk küzdeni, de hát nem is ez a lényeg, a nehézségeket át kell lépni, és túl kell lenni rajta, a társaság viszont nagyon jó, évről évre többen vagyunk, élvezzük, szeretjük a Balatont, szeretjük a motorokat,
erről szól, ez egy életérzés, hogy így mondjam. A résztvevők között több a lelkes fiatal. Már harmadik éve a dombovári háromszoros rallycross magyar bajnok is részese az eseménynek. 3 éve apa feldobta, hogy nincs kedvem eljönni velük, mondta, hogy miért ne, kis kikapcsolódás. Mindig van valami, amit szerelni kell, szóval nincs olyan, hogy tudunk venni 5 kilométert, úgyhogy ne álljunk meg. Szóval akciódus. Minden alkalommal nagy számú szurkolói tábor kíséri figyelemmel a kétnapos túra eseményeit a közösségi oldalon, és vasárnap délután Siófokon várják a befutókat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!